Maja Lönde, Hónővér, 20. fejezet Már a lépcsőről hallottam Augusta anya és apa hangját, mielőtt még kinyitották volna az ajtót. Noha december 23-a volt a munkahelyen és az óvodában töltötték. Nem is baj, mivel így senki sem láthatta, mivel foglalatoskodtam egész délelőtt. És végre elkészültem, a kanapén ülve várakoztam, de az, hogy ott ültem, korán sem jelentette azt, hogy nyugodt voltam. A testemet megfeszített, úrnak éreztem. Most vagy soha? Aztán hallottam, hogy valaki bedugja a kulcsot a zárba. Bejöttek és felkapcsolták a villanyt az előszobában. Hallottam, hogy a kapcsoló kattan, és vékony fénycsikot láttam a küszöbnél. Ők még nem vettek észre semmit, Hallottam, hogy felakasztják a kabátjukat, néma csendben, talán rájöttek, hogy készül valami. Aztán bejöttek a nappaliba, felkapcsolták a lámpát, mindhárman csak álltak és pislogtak. Anya, apa és Augusta is. Ezt látták. Mindenütt karácsonyi képeslapok lógtak. Nagyok, kicsik, csillámporosak, aranyozottak, fényesek és mattak, színesek és fekete-fehérek. Mind olyan gyönyörű volt, hogy csak Harry készíthette őket és mindegyiken uzan, ugyanaz a lány szerepelt. Ez Juno, kiáltott fel Augusta. Ugyanis az egész fénygép albumot elvittem magammal Henrikhez, és együtt kiválogattunk egy rakásképet. Voltak köztük fotók a csecsemő Junóról, a pelenkás két évesről, az első iskolai képe, a konfirmációs kép és sok-sok más. A legtöbbön mosolygott vagy akár nevetett is, mint ahogyan gyakran szokott. Úgy mutatták Junót, ahogyan emlékeztem rá. De nem csak Junó szerepelt a képeken, voltak olyan képek is, amelyeken a nővérem velünk együtt játszott. Juno anyakarjában, Juno tollasütik apával, Juno a vállára veszi Augustát, Juno mellettem az ágyban, kócosan egy kora reggel. Augusta odaszaladt néhány képhez, levette és szemügyre vette őket. Milyen szépek, gyönyörűek, Anyáék először nem értettek semmit, csak körbejártak a nappaliban és nézelődtek. Minden egyes képnél minden lapnál megálltak. Végig húzták az ujjukat a képen, Juno mosolyán. Augusta leszedegedett néhány képes lapot, egy kupacba gyűjtve őket. Ez lehet az enyém, és ez, meg ez. Igen, feleltem, parancsolj. Augustának füligért a szája. Köszí. Anyáik azonban továbbra sem szóltak egy szót sem. Felálltam. Ti is kértek párat? kérdeztem tőlük. Nem feleltek, csak járkáltak a képes lapok között, szinte kifejezéstelen arccal. Éreztem, milyen szaporán ver a szívem. Bizonyára továbbra sem akarnak megszólalni, mintha még mindig nem értenék. Talán még komolyabb erőfeszítéseket kell tennem. Megpróbáltam azt, amit mondtatok, mondta meg halkan az időt hívni segítségül, meg ilyesmi. És nem túl sokat beszélni Junorról, hogy megfeledkezzem a gyászról. De nem megy. Ekkor mindketten rám néztek. Mert nem akarom elfelejteni. Mennyire szomorú voltam. Mondtam. Immer hangosabban. De azt sem akarom elfelejteni, milyen vidám is volt Juno. Szeretnék mindenre emlékezni, és Juno örökké itt marad, akkor is, ha meghalt. A halottak ugyanis nem tűnnek el csak úgy. Továbbra is itt vannak közöttünk, mondtam. Szinte már kiabálva. Juno továbbra is a családunk része. Rájuk meredtem, először anyára, aztán apára. Azt hiszem, nagyon szigorú tekintettel. Legalábbis úgy tűn, nagyon meglepődtek. Ezért úgy döntöttem, hogy többé ne gondoljuk, hogy ez el fog múlni. Inkább beszéljünk Junorról, nézegessünk róla képeket, és emlékezzünk rá minden áldott nap. Mert vidám volt. Nagyon-nagyon vidám. És nekünk is újra vidámnak kell lennünk. Ezzel becsuktam a számat. befejeztem. Nem volt több mondandóm. Ennyit egy szuszra bizonyára Juno halála óta nem mondtam ki nekik. Sőt, talán előtte sem. Anyáék még mindig rám meredtek, aztán összenéztek, majd újra vissza rám. Szerintem Noálnek igaza van, vélekedett Augusta. Aztán kinyitotta a száját, hogy mondjon valamit, aztán apa is, de egy hang sem jött ki. A torkukon. Éreztem, hogy elöntödő. a dű. Mi az? Meddig akartok ott állni? Kérdeztem. Apa tett felém egy lépést, de ezt jelek szerint tovább nem jutott. Noel, mondta halkam. A hangja továbbra is egészen, egészen volt, az apa másolat hangja. Gondolkodjatok rajta, mondtam, hogy hogyan éljünk ebben a házban. Most mennem kell. Micsoda? kérdezett vissza anya. Hová készülsz? el kell intéznem valami teljesen mást feleltem, ami nem veletek kapcsolatos, hanem egy barátommal. Ki kell engednem egy barátomat, méghozzá most, még ma este. Kimentem az előszobába, felvettem a kabátomat, cipőt húztam és felkaptam a hátizsákomat. Noál, szólt ki Augusta. Anya kijött utánam. Várj csak, Noel! De nem értem rá, nem volt időm azon gondolkodni, milyen butának tartanak. Sem azon tűnődni, mennyire elszomorít, hogy a karácsonyi képes lapokkal sem lehetett rábírni őket, hogy megváltozzanak. Még dübe gurulni sem volt időm. Kinyitottam az ajtót, és kiszaladtam a sötét estébe. Közben a zsákomat a hátamra vettem, benne Hedvig korcsolyájával.